Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez egy házszemlős podcast adás lesz. A hangminőségért előre elnézést kérek, de a régi hangrendszerrel történt a felvétel utazás közben. A tartalmat viszont sajnáltam volna kidobni, mert az értékes. Ennek megfelelően hallgassátok. Három ingatlant voltam megnézni egy nyugat-magyarországi településem, és nagyon ritka az, amikor mondtam is a megrendelőimnek, hogy három ingatlanból, ez most spoiler lesz így előre, három ingatlanból kettőnél azt tudom mondani, hogy tök jó, és kettő közül lehet választani, mert kvázi egyik jobb, mint a másik, illetve egyiknek más hiányosságai vannak, mint a másiknak. Úgyhogy ha esetleg lemaradnak az egyikről, még mindig ott van tartsiba a másik. A harmadikról is szót fogok majd érteni, mert az viszont annyira szélsőségesen szar volt, hogy az hihetetlen. Az első ingatlanunk az egy 2018-ban épült lakóépület, tehát viszonylag újnak mondható 5 évesen egy épület, az gyakorlatilag teljesen újszerű állapotú. Ami már az átküldött hirdetés alapján megjegyzésre méltó volt, és szóltam is emiatt, hogy 2018-ban azért a kétrétegű üvegezésű nyilászárók és a sima gázkazán eléggé basicnek számítottak. Sőt, igazából most nagyon kisarkítjuk, akkor 2018-ban használatba vételi engedélyt sem kaphatott volna így, és a energetikának nem felelt meg, tehát a megújuló részeknek, illetve az ablakok nem feleltek meg már az akkori követelményeknek. Gondolom, itt azzal lett kimagyarázva, hogy az építési engedély korábbi volt, stb. Tehát ezt még akkor meg lehetett oldani. A lakóépület az egy sima földszintes épület, elég jó kiosztással, meg eléggé jó szigeteltséggel, mindennel. Annyi megjegyzésem volt még, hogy hát redőnyök nincsenek az ablakokon, kicsit októdó van rajta, tehát az üvegfelületet nem fogja csökkenteni egy rárakott utólagos redőny, de azért a tokot rendesen eltakarja. Oldalra raktak be toktódókat, ami szintén ritka, tehát gondoltak arra, hogy ha valaki redőnyt akar, akkor meglegyen a lefutósínnek a helye, a bevezető gurtinak a helye, illetve a redőnynek az ablak fölött a helye, még ha nem is olyan szépen, mint ahogy elvárná az ember. Ami a hirdetésbe nem volt igaz, vagy hát kicsit fals volt, hogy azt írták, hogy van egy 90 négyzetméteres, hárombeállásos, garázsos melléképület az épület előtt. Na most eleve nem 90 négyzetméter, hanem csak 80, ja, ami irodának, műhelynek, bárminek használható. Na most eleve nem 90, hanem csak 80. Volt rajta egy 3,5 méteres szekcionált garázskapu, ami igazából egy személyes. Tehát ha be is áll ebbe az épületbe, egyébként 8-10-es belméretű volt, tehát akár 4 autó is beférne, de azon az egy kapun kell bekanyarodni és szélre húzódni ahhoz, hogy elférjen ennyi autó, amennyit esetleg be akarnak állítani. De nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem ez az épület, ez egy könnyű szerkezetes épület, abból is a fém zárt szelvényből épített, jó nagy osztásközökkel, OSB-vel burkolva, a tető a sima trapézlemez, szintén fém szerkezettel. Tehát ebből a raktározáson, meg tényleges gépkocsi tároláson kívül mást komolyabb beruházás nélkül nem lehet csinálni, mert hőszigetelni kell a falakat, párazárni, belül gipszkartonozni, ráadásul az alja az a, tehát az autók azok a szerelőbetonon álltak, tehát oda kell még vízszigetelés, hőszigetelés, ajzatbeton, úgyhogy ez egy enyhén szólva fertítés volt a hirdetésben. De maga az épület azt tényleg hozta a kötelezőt, már rendezett tereppel, kerttel, mindennel együtt. Ami nem tetszett az én megrendelőimnek, illetve hát nekik ez mindenképpen alapkritérium volt, hogy ők nem szeretnének egy ilyen basic gépészetes épületet. Ez ebben az esetben azt jelentette, hogy van egy kondenzációs gázkazánunk, és csak padlófűtés van. Azt már csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy a eladó azzal büszkekedett, hogy hát a hirdetésre is bele volt írva, hogy a padlófűtések azok gyakorlatilag 3 zónára van bontva a ház, nagyon ritka az ilyen, mindjárt elmondom az okát is, hogy ez miért lehetett. De ezzel büszkékedtek, hogy hát 3 külön termosztát van egy földszintes, gyakorlatilag majdnem főfalak nélküli épületben, egy közép főfalunk van, tehát semmi nem indokolná. És akkor a hőkamerával azt láttam, hogy a padlófűtés csövek viszont ritkán vannak letekerve, tehát ebből fakadóan a zónásítása az épületnek nem azért történt meg, hogy más hőmérsékleteket akartak volna az adott helyiségbe, hanem azért, mert a ritkított padlófűtés és meleg burkolat miatt az adott szobába, főleg amelyik két oldalról hűl, egyszerűen nem volt elég a padlófűtés. Viszont ha abba a szobába rakták bele az egy darab termosztátot, amivel eredetileg működtették a rendszert, akkor értelemszerűen az összes többi helyiségben egy túlfűtés van. Úgyhogy azt csinálták, hogy
raktak termofejeket a padlófites osztógyűjtőjére, és szétosztották zónákra az egészet, ami mondom azért van, hogy abban a szobában is meleg legyen, míg a többiben nincsen túlfűtés. Tehát ez ebből a szempontból tényleg plusz az épületen, épülethez hozzáadva, nem olyan nagy egyébként, mert 200-300 ezer forintból ez kihozható. Másik, ami egy 2018-as épületnél már bőven elvárható lenne, hogy egyik az, hogy nem átfolyós rendszerű használati melegvízes kondenzációs kazán van fölrakva, hanem legalább egy tárolós vagy egy indirekt tároló ott van, és minimum az az, hogy a több fürdőszoba miatt, meg a konyha is távolabban a kazánháztól, hogy legyen benne keringető ág. Mert egyébként a vízes rendszerünk is osztógyűjtőre van rakva, plusz egy csövet be kellett volna rakni a használati melegvíznek, és megvan a keringető ág. Ez 2018-ban 20 ezer forint lett volna, ez most 30 ezer, tehát nem tétel. Nem gondoltak rá, utólag kurva nehéz kialakítani. Magyarul nem komfortos a használati melegvízünk az épületben. A gyengébbek kedvére ez azt jelenti, hogy ha valaki zuhanyzik, és mondjuk konyhába rányítják a melegvizet, akkor elszáll a melegvíz a rendszerből, mert az átfolyós rendszerű kondenzációs kazánok, illetve bármilyen átfolyós rendszerű dolog, általában egy csapolóhelyet tud egyszerre kiszolgálni. És akkor utána, ha elzárják a konyhába a csapot, mert éppen felüvölt az ember, aki zuhanyzik, utána még kell egy kis idő, mire visszaáll a kazán arra a rendszerre, hogy azt az egy csapolóhelyet szolgálja ki a megfelelő átfolyása. Rohadtul nem komfortos, ráadásul mondom, ez 2018-ban már bőven elvárható lenne, hogy beépítsék. Az már csak ilyen bónusz, hogy a külső falak mentén a koszorúink azok hőhidasak. Egyszerűen a homlokzati szigetelés és a fafödém közé rakott hőszigetelés nem ér össze, talpszelemen fölött nincsen szigetelés, minimális összegből pótolható, oda be kell rakni egy púkot, és gyakorlatilag készen van. Ez az épület így, ahogy van, én azt mondanám, hogy egy tök jól összerakott épület, de a megrendelőimnek mások egy kicsit a dolgai, tehát ők nagyon a gépészetre helyezik a hangsúlyt. Ha viszont szeretnének hőszivattyút berakni, amihez kellene mennyezet, fűtés, hűtés, akkor le kell bontanunk a mostani álmennyezetet, 110-valány négyzetméteres az épület, azt most nem tudom fejből, de mondjuk 100 négyzetméterre álmennyezetes szárazpaneles rendszer, az 4 millió forint, plusz berakunk egy hőszivattyút, indirekt tároló vagy, akkor már komfortos legyen a melegvízkészítés is, az egy olyan 5 millió, és még ami nekik egy alap elvárás lenne, az egy központi szellőztető rendszer, arra nyugodtan lehet számolni egy 3-3,5 millió forintot. Na most ezzel együtt beszélünk ilyen 12 millióról, meg esetleg, ha még vannak valamik, de mindegy, maximum 15-ről, akkor a vételárral együtt, tehát a vételár eleve én úgy gondolom, hogy túl van árazva, ilyen jó 10-15%-kal, viszont ha sikerülne ennyire lealkudni, tehát ezzel a 10-15%-kal az épületet, mondjuk ilyen 120 millióra, akkor is a rárakott 15 millióval együtt már kilógnának abból a pénzügyi keretből, ami rendelkezésre áll. Azon kívül, hogy az ára nem stimmel, azon kívül, hogy műszaki szempontból, meg hogy ilyen basic rendszerek, fűtési rendszer, meg a használati melegvíz rendszer, igazából nem tudok belekötni, és nem sok akarok belekötni az épületbe. Jól van megépítve, egyébként jó kiosztású, egy tényleg újszerű épületről beszélünk. Most a melléképületet tegyük félre. Második épület az teljesen más tészta. Ott volt egy régi kádár kockánk, aminek leszették a tetejét, födémjét, bővítették jelentős mértékben, és csináltak belőle egy lapos tetős épületet. Ott számomra nagyon-nagyon nagy kérdés volt, hogy a régi 60-as években épült kádár kockának a utolagos vízszigetését megoldották-e a falapnak. Erre az volt a válasz, természetesen, és egyébként a kivitelező úriembertől kaptunk rengeteg építés közbeni fotót. Tehát láttam, hogy a lapos tető szigetelését hogy csinálták meg, az attika falak hogy néznek ki, az attika falakon a hőszigetelések hogy néznek ki, belülről lehetett látni a rétegeket, mármint az építés közbeni fotón, mert egyébként most, amikor kimentünk, az épület egy úgynevezett fűtéskész állapotban volt, tehát burkolatok hiányoztak, a villanyszerelésnek a vezeték része, meg hát értelemszerűen a szerelvények, festés hiányzott, álmennyezeti csicsák, ilyesmik, de már benn voltak a nyílászárók, kívülről már le volt színezve, stb. Úgyhogy az építés közbeni fotók engem megnyugtattak annyira, hogy azt mondjam, hogy érdemes kijönni és megnézni. Tényleg hozta egyébként azt az elvárt szintet. Az úriember is elég normálisnak tűnt. Aztán, amikor volt egy pár keresztkérdésem, akkor azért kibukott benne a sunyiróka, mert mindig kívül kezdem a szemlét, ezt már nagyon sokan hallottátok. Láttam a végleges villanyórát, 3x20 amper, de csak egy szekrényes a földkábeles villanyóránk.
Tehát, és tudtam a dokumentációból, hogy hőszivattyús a fűtésünk, hol van a hátarifás órának a helye. Na, erre rákérdeztem, 100-zal lehet csak menni, és tele vagyunk a fripaxokkal, csak szólok. Tehát az úriember elkezdett hablatyolni, hogy hát igen, ők megigényelték a hátarifát, de hogy a villanyszerelő az elrontotta itt a kiépítést, és egy mérőóra szekrényes dobozt hozott, és azt építette ki. Na most tudni kell, hogy egy dupla mérőóra szekrényes földkábeles doboz, így a külső takarót doboz, a minden együtt, közel 600 000 forint. Tehát ez egy nagyon nem olyan történet, amit az ember ráhagy, ha elrontja a villanyszerelő, vagy ráhagyja a vállalkozóra, hogy oké, akkor majd mi később pótoljuk. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen, én azt éreztem, hogy itt igazából szerintem mindenki elfogott mindent, és most próbálják meg majd helyrehozni, ha az adott érdeklődő erre rákérdez. Mert egy kicsit kényelmetlenül feszengett a duri ember. A másik ilyen volt, hogy kömmerling nyílászárok vannak bent, tök jó, redőnyök, vakolható redőnytokokkal. A régi kádárkocka részen ott végig kéziműködtetésű redőnyök voltak berakva, viszont ott volt az elektromos cuccnak is, tehát az elektromos kiállásnak is a csövezése. És hát mondja az úriember, hogy igen, redőny, motoros redőny mindenhol benne van az árban, és akkor mondom neki, hogy oké, de akkor itt ezen a részen is motoros redőnyök lesznek, mert hogy benne van az árban? Igen, de mondom, akkor miért van kéziműködtetésű gurtni ott? Ja, hát itt a régi ház részen itt mégsem, itt kéziműködtetésű redőnyök vannak, csak a nappali hátsó részen vannak motoros működtetésűek. Most beszélünk 6 vagy 7 ablakról, 100 000-ekről beszélünk itt szintén, hogy most motoros vagy nem motoros, nem mindegy egyáltalán. De egyébként maga az épület tök jó volt megépítve, tehát hőszigetelések, XPS-ek ott, ahol XPS-nek kell lennie, felhajtott vízszigetelések. Azt azért elmondtam az érdeklődőnek is, hogy mocskosul ronda ez az épület. Tehát képzeljétek el egy olyan utcát, ahol gyakorlatilag kádárkockák vannak, és a 80-as években épült, most már rondának mondott nyeregtetős épületek, és eközött van egy földszintes, lapostetős épület, amiben nincs is játék, tehát nem vitték följebb az utcafronti belmagasságot azért, hogy legyen benne egy kicsit ilyen másfélszintes érzet, ami így kicsit uralja a képet. Rohadt szarul néz ki az utcában, hát erre nem tudok más jobbat mondani, és ráadásul antracit-fehér kombinációk vannak rajta, homlozati burkolat szinten is, meg a lemezelések is, tehát hozzá ezt a mai modern divatszíneket, antracitok kívülről nyílászárók is, egyáltalán nem szép. De műszakilag viszont oké, meg az árában is. Tehát, hogyha azt mondtam a vevőjelölteknek, hogy erre körülbelül ilyen 200-250 000 forintos befejezés költséggel kell számolni, mert hogy a hőszivattyút egyébként még a vállalkozó berakja, de ténylegesen burkolni kell, festeni, villanyszerelni, bútorozni, lámpákat, ilyeneket kell még csinálni, meg hát amit említettem az előbb, hogy nekik a központi szellőztető rendszer fontos, amit viszont már csak ilyen álmennyezeti dobozolásokkal lehet megoldani, mert egyébként ebben az épületben van a monoütrödénbe mennyezett fűtésünk is. Ebből a szempontból az épület hozza azt gépészetileg, amit elvárt tőle a megrendelőm, és árban is egyébként, tehát a mostani jelenlegi ára, amennyire hirdetik, és még a befejezési költség, az nekik belefér a költségkeretbe. Úgyhogy most a fő prioritás ez a lapostetős épület, ha ez nem jön össze, akkor esetleg az első, amiről beszéltem. És akkor átmentünk a harmadikba, ami egy mocskosul nagy épület, tehát több mint 200 négyzetméter, vannak rajta lapostetős részek, van ez a mediterrán jelleg, hogy két szint és a fölötte a 20 fokos hajlásszegű tető, tehát nagyon stíluskevert az egész. Ráadásul zárt kerti részen van, ilyen kis, hát nem présházak, de ilyen kis hétvégi házak között, befejezetlen állapotú, 2020-ban kezdték el építeni, most jelenleg már egy része ki van burkolva, fehérre van festve, konyhabútor benne van, hőszivattyú, padlófűtéssel, mennyezetfűtéssel, de kívülről még befejezést kíván, belülről még sok, főleg szobák nincsenek burkolva, tehát csak közösségi tereket burkolták le, lépcső nincs burkolva, mind kiderült paddás födén még nincs leszigetelve, kívülről nincs rajta színezés, tehát viszonylag sok befejezési dolog van rajta. Ez volt a harmadik jelölt, amit megnéztünk. Azért nem mondtam rá nemet eleve a szemle előtt, mert nem volt róla olyan bővebb info, ami alapján el kellett volna, hogy utasítsam, hogy ki sem menjünk a szemlére. Hát amikor már megérkeztünk, mi egy telekkel arrébb parkoltunk le, tehát így visszafelé nézve lehetett látni az épületet oldalról. Eleve az oldalkerti egyméteres sávba berakták a rohadt nagy hőszivattyúnak a kültéri egységét, szomszéd felé fordítva,
Na most ez biztos, hogy a 2019-es, 2020-as építési engedélyben, illetve egyszerű bejelentésben ez még megfelelt, de most már nem fogják átvenni, és hiába volt meg erre korábban a kvázi pecsét, akkor is zajvédelmi szempontokból, már akkor sem felelt volna meg egyébként, csak nem foglalkoztak vele, de most erre nagyon komolyan rászálltak a hatóságok, úgyhogy nincsen appelláta, ezt a kültéri egységet el kell helyezni, vagy az épület elé, vagy az épület mögé. Most az épület elé meg általában településképi szempontból nem engedik meg, úgyhogy csak az épület mögé lehet, ami azért egy jó 15 méter plusz vezetékezés. Ez olyan 7-900 ezer forint lesz ez a móka hátra tenni a hőszivattyúnak a kültéri egységét. Kerítésnél volt kint a villanyóra, én találtam két darab üres villanyóra szekrényt. Úgy gondoltam, hogy hát az épület befejezetlen, még nincs itt a végleges villanyóra. Kiderült, hogy hát a tulajdonosok válnak, hölgy nevén volt a villanyóra, és nem fizette a villanyt, mindegy, az áramszolgáltató meg elvitte a villanyórákat, tehát gyakorlatilag lekapcsolta a rendszerről az egészet. Ez azért rohadt nagy probléma, mert a hőszivattyúval temperálva volt az épület, és a padlófűtés-hűtés, meg a mennyezetfűtés-hűtés körök föl vannak töltve vízzel, és január közepén vagyunk, ahol éjszakánként mínusz 6, mínusz 8 fokok vannak. És föl van töltve a rendszerünk vízzel. És áramunk meg nincs, hogy működtessük. És ott van mellette a 300 literes használati melegvíz puffer, a fűtési pufferünk, meg hát több száz liter víz van a rendszerbe, padlófűtés szinten is, meg mennyezetfűtés szinten is. Tehát ez az épület, ha így marad még két hétig, az garantáltan szét fognak fagyni egyszerűen a fűtési rendszer teljesen. De ez már csak egyébként a végén derült ki, amikor rákérdeztem, hogy ugyan már miért van feltöltve a rendszer vízzel, amikor nincsen ott villanyóra, és mondta a ingatlanos hölgy, hogy hát egy hete vitték el a villanyórát, és elméletileg egy hét múlva visszakerül, most ez Magyarországon rohadtul nem így működik, de mindegy, legyen így, és akkor talán megúszszák az egész felfagyást. Az épület belülről, nem tudom szebben mondani, de ezzel a márvány, fehér márvány, fekete márvány szerű greslapokkal, ezekkel a nagyokkal volt kiburkolva. Nem akarok senkit megsérteni ízlés terén, de enyhén barokkos. Most nem akarok rasszizmus, meg egyebeket. Tudja mindenki, hogy mire gondolok. Ezzel volt kibukolva minden. Tehát a fürdőszobák, a zuhanyzó, a konyha, minden. Na most alapvető dolog, hogy ezt a... Én megrendelő mondta, hogy ezt kukázzák a fenébe, mert ez egyszerűen nem az ő stílusuk. És itt az a probléma, hogy a padlófűtés miatt ezek a nagyméretű lapok biztos, hogy telibe lettek ragasztva. Fölszedni nem lehet, mert nagy valószínűséggel föltépni az esztriket, tehát csak erre lehet ráburkolni. Ami már az ajtóknál egyébként szintbeli problémát okoz, de mindegy. Tételezzük fel, hogy oké, ez így van. De az épületnél, az épület mögött építettek egy garást. Ne felejtjük, 2020-as kezdési épületről beszélünk, a garázs az később épült, tehát mondjuk azt, hogy tavaly vagy tavaly előtt. És építettek egy olyan garást, ami 4,90 mélységű. Én most egy Skoda Octavia-ba ülök, ami 4,70 hosszú. Egy családi kombi autó, sőt a megrendelőim, amivel jöttek, az is 4,80 hosszú. Tehát egyszerűen építettek egy olyan garást, ami középkategóriás autókra oké, de semmi másra. Egy családi kombival már nem nagyon lehet beállni, illetve hát kopra állsz be. Egyszerűen ez felfoghatatlan számomra. Amit még láttam, hogy a lapos tetős részeink, azok szépen le vannak bádogozva, viszont alulról meg oldalról OSB-vel van leburkolva, nevezzük ragaljának, tehát ereszdobozolásnak. És az OSB-re arra úgy szoktuk csinálni, hogy rakunk rá 2 centi XPS-t, tehát zárcellás hőszigetést, azt hálózzuk le. Most itt képzeljétek el, hogy az OSB volt ledrive-it hálózva, meg leragasztózva, naturba. Hámlik le csába az egész, át van ázva, át van nedvesedve, tehát egy kalapszar úgy, ahogy van, úgyhogy az egész ereszdobozolást bontani kell, ami nem kevés négyzetméter, mert vannak fedett teraszok, meg minden egyéb. Ezt mindent kukázni kell, és az a baj vele, hogy ha rá is lehetne ragasztani erre az OSB-re 2 centi XPS-t, már nem fér el a bádogozás miatt. Tehát vagy a bádogozást kukázzuk, ami nem kevés pénz, mert antracitszínű korcolt alubádogról van szó, ami egyébként szépen van megcsinálva, vagy pedig az OSB-t szedjük le, és keresünk valami olyan építőlemezt, ami naturba színezhető, meg drive-itozható, drive-it hálózható. És rettenetes mennyiségről van szó. A lapos tetőknek a szigetelés az PVC, amivel nincs probléma, viszont
nincsen kellő magasságba fölhajtva a falakra, magyarul ott a csapóeső meg egyéb dolgok miatt a ház, tehát a kvázi második emeleti szinti falak, azok bőven ázhatnak erkélyajtókról nem is beszélve, és az attika falak sincsenek jól szigetelve, meg jól megcsinálva. Egyik központi lefolyó, tehát a nagyobbik lapos tetős résznek a lefolyója, ráadásul be van vezetve az épületen belülre, és ott folyik le a kamrába, nem hangcsillapított csőben, nincsen rajta semmiféle zárcellás hőszigetelés, tehát képzeljétek el, hogy egy jéghideg esővíz, az gyakorlatilag bejön a beltérbe egy sima PVC lefolyócsövön keresztül. Nem kell mondanom, hogy ez mekkora pára problémákat okoz, meg mit okoz az egészben. Építés szemmel, meg egyáltalán kivitelezői szemmel az esővizet beltérbe bevezetni, főleg ilyen lapos tetős részről, a létező legnagyobb baromság. Tehát ezt mindenképpen kerülni kell meg, lehetett volna oldani egyébként máshogy, hát nem oldották meg máshogy. Az összes többi lapostetőnek a lefolyó, mert egyébként a második szinti ereszt csatornák meg simán csak rá vannak köpetve a lapostetőkre, tehát koncentrált, viszont nagy vízmennyiség jön le a lapostetős részeken. Az összes többi lefolyó meg bele van rakva ragaljába, és ott van elvezetgetve, és a pillér mellett jön le. Most mondanom se kell, hogy mindenhol ott az ERESZ USB-zésnél szarrá van ázva az egész, tehát biztos, hogy visszatorlódik ott az esővíz, meg párakicsapódás, meg hasonló dolgok. Ha fölmentem a padlásra, a második emeleti szinti padlásra, nulla hőszigetelés van a padlásfödélben, oké, ez még pótolható, semmi gond. A hirdetésben is, meg az ingatlanos szerint is 20 centi grafitos hőszigetelés van a falon, hát nem, 20 centi sima fehér, és ezzel semmi gond, csak azért... Tehát fogalmi zavarok vannak benne. A gépészetnél itt sincsen keringetőág a melegvízre. Hőszivattyú, ahogy említettem, az van. Mennyezetfűtés, hűtés és padló az van. Külön vannak a szintek szakaszolva, külön szivattyúval, minden szarral. Tehát gépészetileg azt mondom, hogy ilyen szempontból oké a rendszer, de ahogy mondtam, a kültéri egységét azt át kell rakni máshová. Újra kell burkolni. A nyílászárók azok ilyen no-name lengyel nyílászárók, kívül antracit belül fehér. Nem a legjobbak, hatalmas méretek vannak nyithatóba legyártva, amiket normális ablakgyártó nem gyárt le, mert egyszerűen az ablaknak a vasalata nem bírja el ezt a három réteg üvegezést súlyban. Az ajtókból hiányoztak az ajtópanelek, üvegezés is, mindent, tehát erkélyajtóból is. Az egyik lapostetőre vezető erkélyajtó, az gyakorlatilag egy ilyen mellékbejárati ajtó, amit megkapsz 50 ezer forintért az obiban. Tehát nagyon sok olyan probléma volt az épülettel, ami abszolút kizárók volt. Villanyvezetékek például mindenhol másfelesek voltak behúzva, tehát még a konnektorokhoz is. Nem is láttam két és feles vezetéket az épületben, úgyhogy itt azon kívül, hogy be kell fejezni x millióért az egészet, ez gyakorlatilag nagyon sok bontással jár, és még a bontásnál mit fog találni az ember. Elmondtam ott az ingatlanosnak is, hogy ebből hatalmas rejtett hibás, meg egyéb dolgos üzék lesznek, pereskedések lesznek. Nem beszélve arról, ha nem sikerült tényleg helyreállítani a villanyellátást, akkor tényleg szarrá fog fagyni a padlófűtés, amit senki nem fog utána megköszönni, mert gyakorlatilag szerkezetig vissza kell csupaszítani az egészet, ahhoz, hogy megcsinálják. És ha kifolyik az a több száz liter víz, ami a rendszerben van, hát azt meg nem kell mondanom, hogy mit okoz egy épületben. Amiket terveket megkaptunk, meg műszaki leírást, annak, tehát ott 12 centi hőszigetelés van a padlóban, az igen, 20 centi a falon, az igen, tehát az ilyen alap dolgok azok okék, de gyakorlatilag semmi más. Úgyhogy ez tényleg egy olyan épület, amit abszolút kerülni kell. És mondja az ingatlanos, hogy hát ők azt tapasztalják, hogy a 90%-a, sőt a 95%-a az embereknek nem visz magával senkit, így szakértői szemmel, hanem saját megérzéseire, meg szemére hagyatkozik. Meg nem mernék venni egy kisebb épületet se, nem, hogy egy ilyen 100 milliósat, pláne úgy, hogy nincs befejezve, és én látom az építési hibákat is benne. És ezeket nem lehet azzal elfedni, hogy jó, hát akkor a lehámlott, az USB-ről lehámlott drive-it hálót, azt újra hálózzuk. Nem, mert nem lesz jó. Ez az épület, ez abszolút kizárásra került a megvásárolandó listáról, viszont ők, el is mondtam nekik egyébként, hogy nagyon-nagyon szerencsések azzal, hogy gyakorlatilag három ingatlanból kettőre azt mondtam, hogy meg lehet venni nyugodtan. Most az, hogy árban hogy egyeznek meg egyebekben, az megint másik tészta. Ettől függetlenül műszaki szempontból, tehát az én szemszögemből mindegyik lakható, vállalható. Mindig szoktam hallani, hogy tudok-e, vagy én egyáltalán látok olyan ingatlant, ami az én szememmel elfogadható.
Igen, látok, azt meg is szoktam vetetni általában, lesznek ilyen podcastek is, vagy vannak ilyen podcastjaim is. Nem csak Magyarországon, mindenhol a rossznak van hírértéke, értelemszerűen, ha azt mondom egy ingatlanra, hogy jó, akkor annak nincs hírértéke, mert egy jó, az azt jelenti, hogy jól épült meg, jó anyagokból, ilyesmikből, és ezen kívül gyakorlatilag nem tudok róla 20 percet dumálni podcastben sem. Úgyhogy ennyi volt ez a három háznézésnek a szemléje, még van egy házszemlém mai napra, és véget ér a hétvége. Sziasztok!